Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez a Marvel Teóriák csatorna, és a mai videóban elemezzük a Moon Knight első előzetesét, de előtte jöjjön egy kis tapláló a karakterről. Moon Knight, magyar nevén Holdlovag, 1975. augusztusában jelent meg először a Werewolf by Night című képregény 32. számában. A karakter civil neve Mark Spector, aki egy egyiptomi származású szuperhős és antihős. A karakterről így előjáróban csak annyit kell tudni, hogy megtagadja a rabbi apjának békepárti tanításait, és hivatásos boxolónak, majd katonának, később titkos ügynöknek és zsoldosnak áll. A brutális küldetésekkel teli évek után morális iránytűje Szudánban áll helyre, ahol igyekszik megakadályozni, hogy szadista főnöke, Raoul Bushman további atrocitásokat kövessen el, miközben közösen kirabolnak egy egyiptomi sírt, és megölik a régész Peter Arendt. Spector meghal, majd a sírban az egyiptomi holdisten Konosu szobra alatt feltámad. Spector később alter egók hálózatát hozza létre, mint a Konosu illete Holdlovag. Igazából így összességében ennyit kell tudni a Holdlovag megszületéséről vagy eredetéről, de nézzük is a trélert. Az előzetes azzal kezdődik, hogy Mark Spector nem igazán tudja megkülönböztetni a valóságot az álommal, valamint gyakorlatilag bárhol képes elaludni, ahogy ezt láttuk. Egy pillanatra láthatjuk a Hősök terén lévő szép művészeti múzeumot, ugye tudni érdemes, hogy a sorozat nagy részét Magyarországon forgatták, viszont sajnos nem azért, mert itt játszódna a történet. Elképzelhető, hogy Budapest pár képkockára tényleg Budapest lesz, viszont inkább Egyiptom szerepét fogja játszani a magyar főváros. Ő itt pedig Konosu, akit eléggé jól lemásoltak a képregényekből, ahogy látható ezt is szinte megképzeli Spector, ugyanis utána kiderül, hogy egy nő volt az, akit Spector Konosunak hitt. A következő jelenetben szerintem Jack Russellt látjuk, akit a képregényekben az éjjeli vérfarkasként ismerhetünk. Aztán egyre jobban megmutatkoznak Spectoron a pszichés labilitás jelei, ami a képregényekben is megtörtént. Utána úgy néz ki, hogy talán Spector feltámadását, azaz Holdlovag megszületését láthatjuk az egyiptomi piramisok alatt. Utána meg valószínűleg azt láthatjuk, ahogy az egyiptomi sír kirabolására kerül sor. És végre pedig teljes egészében láthatjuk a kinézetét Holdlovagnak, ami eléggé menőre sikeredett. Viszont ennyi is lett volna az elemzés, hát eléggé várandós lett a sorozat, ami március 30-án rajtol a Disney Plus-on, remélhetőleg picit erősebb besorolással, mert megvan rá szerintem a reményünk, hogy meglegyen az MCU első nem PG-13-as projektje, szóval reménykedjünk. Na de köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő videóban, sziasztok!